nagyon érdemes volt eljönni, mert egyrészt ugye ugyanazt azt kapja az ember, amit vár. Azt kapja ettől a filmtől, amit stílusában, lendületében, izgalmában vár. Én úgy döntöttem a film elején, hogy hagyom magam. Hagyom magam, bementem a Mese utcába. Nem tettem föl közben kérdéseket, amik vagy csak szimplán belőlem fakadnak, vagy pedig logikusnak tűnő kérdések, és a kettő ugye nem mindig egyezik. Tehát nem tettem föl közben kérdéseket, hagytam, hogy vigyen, hagytam, hogy sodorjon, és őrületes módon sodor. Tehát néhány jelenete azért rám sokkolóan hatott. Tehát nagyon, nagyon magával ragad időnként, akár a film elején, néhány perc után egyszer csak elkezd hömpölyögni, egyszer csak elkezd nagyon támadni a film. Egyszer csak elkezded egy hatalmas nagy varázslatban, itt az IMAX-ben, egy hatalmas nagy varázslatban érezni magad. Piszkosulhat, na most ez nem látszik, mert föl vagyok öltözve, de éppen bokáig vagyok libabőrös. Tehát nagyon-nagyon működik a mozi. Tehát nem csak ennek a pasasnak a tájékozottsága és a kombinációs készsége működik, hanem a filmként is rettenetesen jön. Nagyon-nagyon jól támad. Tehát nagyon élvezetes nézni. Hagytam nyomokat. Bonyolultakat. Az Inferno van az út végén. Zobrist. Itt az idő. Ma újjászületünk. Inferno. Dan Brown regénye alapján. Hamarosan a mozikban.